5-ig tart, és az októberi gyógyszerész kongresszuson fog kiderülni, hogy ki lesz a 2017-es évnek a kedvenc patikája, kik lesznek az első három helyzet, illetve ugyanazon a kongresszuson kerül átadásra az év gyógyszerésze díjnak is a átadása, mely összintén 3 vagy 4 helyzet a szokásokhoz megfelelően kerül díjazásra. Köszönjük szépen, hogy a díjakról, ha mondhatnál valamit. A díjak az idei évben is a fődíj mind a két esetben egy kortárs szobrásznak, Eskulcs Tamásnak a szobra lesz, illetve a névgyógyszerésze második, harmadik helyezett is egy-egy kisebb szoborral lesz gazdagabb, illetve egy-egy nyugdíjat fognak kapni az év gyógyszerésze díjazottak, illetve a kedvenc patikám első helyzet, amelyel a munkájukat tudjuk segíteni, jobban tudnak dolgozni vele. Az előfordult, hogy ugyanazok pályáznak természetesen, ne, akik eddig pályáztak 2 alkalommal, de hogyha a patika már nyert valaki, akkor az mindig szárnyakat ad, ugye, hogy sikert ért el, és még jobban fog dolgozni. Ez így van, abszolút így van. Nem ugyanazok pályáznak, vagy hát annyiban ugyanazok, hogy mindig ugyanaz a 2300 gyógyszertár, és azokban dolgozó gyógyszerészeknek van lehetősége pályázni, illetve a gyógyszerész, illetve a gyógyszerészi viszonylatban a klinikai gyógyszerészeknek is lehetőségük van a pályázásra. Igen, szárnyakat ad. Volt már rá példa, az egyik évben harmadik helyezett lett az egyik gyógyszerészföld, és a következő évben újra elindult, ahol már a második helyezést sikerült elérnie, illetve volt olyan esetben, hogy másik gyógyszerész megnyerte, és az egyik gyógyszerésze lett az egyik évben, a másik évben meg egy külön díjat kapott el annyira eredményes pályamunkájáért. Köszönöm szépen.